Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Perlusz Andrea vagyok, gyógypedagógus, szurdopedagógus és az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karán dolgozom. A hallássérült személyek gyógypedagógiája és rehabilitációja szakirányt vezetem. A mai előadásban a hallássérült gyermekek integrációjának néhány aspektusáról szeretnék beszélni, és bár rendhagyóak a körülmények, de remélem, hogy lesz alkalmunk arra, hogy kérdezzenek és ehhez válaszoljak. Az első és legfontosabb kérdés az integráció kapcsán arról beszélgetni, hogy vajon az integrált nevelés a sajátos nevelési igényű gyerekek számára jog-e vagy lehetőség. Nagyon fontos kiemelni, hogy az integrált nevelés jog, ennek a lehetősége minden gyerek számára lehetővé kell, hogy váljon. Az ENSZ egyezmény, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 24. cikkelye, amelyik az oktatásról szól, és amelyhez Magyarország másodikként csatlakozott, azt mondja, hogy a részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való jogát, valamint kiemeli, hogy a fogyatékossággal élő személyek a lakóközösségükben élő többi személlyel azonos alapon férjenek hozzá a befogadó, minőségi és ingyenes alapfokú oktatáshoz és középfokú oktatáshoz. Ez tehát kimondja a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, többek között a hallássérült gyerekeknek is azt a jogát, hogy a lakóhelyükön kapjanak oktatást a többi gyerekkel, a kortársaikkal együtt, és ingyenesen kapják meg ezt az oktatást. Tehát nagyon fontos látni, hogy egy magyarországi oktatási rendszernek erre felkészültnek kell lennie, és ahogy a későbbiekben majd szeretném is ezt részletesebben elmondani, a magyar oktatási rendszer erre többé-kevésbé fel is készült. Ugyanennek az ENSZ egyezménynek a 26. cikkelye a habilitációról és rehabilitációról szól, kimondja, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeknek joguk van a legkorábbi időszaktól biztosított szolgáltatásokra, joguk van ahhoz, hogy a saját közösségükben kapják meg ezeket a szolgáltatásokat, a részvételüket elősegítsük, hogy az lakóhelyi közösségükbe történjen az inklúziójuk, és hogy hozzáférjenek a szakemberi segítséghez és a segítő technológiákhoz. Az ENSZ egyezménynek ez a két cikkeje az, amelyik támogatja tulajdonképpen a hallássérült gyermekeknek, ahogy más sajátos nevelési igényű gyerekeknek is, az integrált nevelését, illetve a gyógypedagógushoz, utazótanárhoz és a különböző hallást segítő, hallást támogató technológiákhoz való hozzáférését. Azután, hogy kimondtuk, hogy az integráció tulajdonképpen jog, és a hazai köznevelési törvény, a 2011-es törvény a köznevelésről, ugye kimondja, hogy a szülő joga a gyermeke számára megválasztani az oktatás nevelés formáját, vagyis a sajátos nevelési igényű gyerekek szülei választhatnak a speciális iskoláztatás, illetve az integrált nevelés között. Hogyha végig tekintünk azon az úton, hogy hogyan sikerült ezt a jogot kivívni, tulajdonképpen odáig kell visszanyúlnunk, amikor az általános mindenki számára biztosított oktatás létrejön, ugye Magyarországon Ráció Edukáción is az első ilyen, amelyik a népoktatást tulajdonképpen kimondta, és abban a pillanatban, amikor a tipikus fejlődésű gyerekek számára létrejöttek iskolák, osztályok, tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve számolhatunk azzal, hogy lesznek olyan gyerekek, akik a tipikus tanulók közé nem integrálhatók, vagy nehezen integrálhatók. A számukra biztosítandó bánásmód egy másfajta bánásmód kellene, hogy legyen, mint amire a tipikus tanulóknak szüksége van. És az első ábrán tulajdonképpen az látszódik, hogy a köralakú gyerekek számára létrehozott iskolákba ezek az úgynevezett atipikus fejlődésű gyerekek, akik négyzet alakúak vagy kocka alakúak, nem könnyen illeszthetők be,
És mi volt erre az alapszituációra tulajdonképpen az iskola rendszernek a válasza? Hát külön iskolák létrehozása, olyan speciális intézmények létrehozása, amelyeket már ezeknek a négyzetalakú vagy kockalakú gyerekeknek a számára hoztak létre. A második ábra tehát azt mutatja, hogy hogyan indult el a speciális iskoláztatás a tipikus fejlődésű gyerekek számára történő népoktatás mellett, és Magyarország egészen élen járt az 1800-as évek elején, amikor 1802-ben létrehozta éppen siketek számára váltott az első speciális intézmény. Ugye gondolhatnánk azt, hogy az integráció megjelenésével és előretörésével ezeknek a speciális intézményeknek, osztályoknak a létrejötte, ez visszaszorult, azonban azt kell mondanom, hogy az elmúlt 200 évben minden fogyatékossági csoport számára jöttek létre speciális intézmények, ezen belül differenciálódtak az intézmények a súlyosabb, illetve az enyhébb fogyatékossággal élő csoportok számára. Ugyanakkor még a mai napig tart ez a folyamat, hiszen jönnek létre elsősorban speciális osztályok, például az autizmus spektrum zavart mutató gyerekek számára. Ugyanakkor, és ez nagyon fontos, hogy a múlt század 70-es éveiben elkezdődött egy gondolkodás arról, hogy vajon ezeknek a speciális intézményeknek a szerepe, a feladatellátása, az milyen hiányosságokat eredményez, tehát milyen olyan járulékos hatások jönnek a speciális oktatás nevelés mellett, amelyekre nem számíthatunk, és elsősorban két fő gondolat fogalmazódott meg. Az egyik annak a hátránynak a megjelenése, hogy annak ellenére, hogy a speciális intézményekben sérülésspecifikus ellátást kapnak a gyerekek, intenzív gyógypedagógiai támogatást, az adott csoportra kimunkált módszereket használnak a gyógypedagógusok, ugyanakkor ezek a tanulók távol kerülnek a családjuktól, akár már óvodás kortól kezdve, és a lakóhelyi kapcsolataik tulajdonképpen nem is tudnak kialakulni, és az iskoláztatás végével 16-18-20 éves korukban ezek a gyerekek úgy térnek vissza a bentlakásos intézményi elhelyezés után a lakóhelyükre, hogy ott tulajdonképpen marginalizálódhatnak. A másik ilyen fontos elem, hogy a családok nem szívesen távolodnak el, nem szívesen mondanak le a gyerek mindennapos neveléséről, és küldik el diákotthonba a gyerekeket, még akkor sem, hogyha egyébként ez a gyógypedagógiai támogatás nagyon is jó és hasznos és szükségszerű a gyerek számára. Tehát az első kritika tulajdonképpen, vagy önkritika, ami a speciális intézmények tekintetében megfogalmazódott, az az, hogy az nem jó megoldás, hogy a gyerek megy a szolgáltatáshoz, tehát a gyerek megy a speciális iskolába, akár diákotthoni ellátással együtt, és ott tölti hétfőtől péntekig az idejét, és csak hétvégén van együtt a családjával. És nagyon fontos, hogy elgondolkodtak azon, hogy ez tulajdonképpen a társadalmi beilleszkedés tekintetében nehézségeket fog jelenteni. A másik kritika, ami megfogalmazódott a speciális iskoláztatással kapcsolatosan, az azoknak a gyerekeknek a kapcsán jelent meg, ahol a hallássérülés vagy a vezető speciális szükséglet mellett egyéb társuló problémák is megjelentek, hiszen az adott fogyatékossági csoportra létrejött speciális intézményekben ezeket a társuló problémákat nem, vagy csak esetlegesen lehetett kezelni, vagy támogatást nyújtani. Esetlegesen állt rendelkezésre, mondjuk egy hallássérültek speciális intézményében a mozgásnevelés, vagy más társuló problémának az ellátása, és itt is megfogalmazódott az a kritika, vagy az az észrevétel, hogy ha már egy gyereknek többféle ellátásra van szüksége, akkor lehetséges, hogy jobb lenne számára, a lakóhelyen kapná meg,
ezeket az ellátásokat egy olyan szolgáltató központ révén, amelyik többféle támogatást is tud biztosítani a gyerek számára. Ezek után tehát a múlt század 70-es éveiben jelent meg az integráció gondolata szerte a világon, elsősorban szülői nyomásra, szülői kezdeményezésre, de minden országban, a Európában és akár Európán túl is különböző egyéb emberi jogi, kisebbségi jogi mozgalmak mellé társultak ezek a kezdeményezések, amelyek arra irányultak, hogy a gyerekek a lakóhelyükön integrált körülmények között kaphassák meg az állapotuknak megfelelő ellátást, beleértve a gyógypedagógiai támogatást is, és tulajdonképpen az integrált nevelés elterjedésével, ami nálunk a 90-es években kezdődött el, kicsit később felmerült az inkluzív oktatás gondolata is. Az inkluzív oktatás pedig azt jelenti, és itt az ábrámon a harmadik rajz mutatja ezt, hogy olyan iskolát képzelünk el, olyan iskolát szeretnénk megvalósítani, amely minden gyerek számára biztosítja az akadálymentes részvételt, minden gyerek számára eredményes, optimális oktatásnevelést tud biztosítani, illetve nem gátolja a lakóhelyi társas kapcsolatok, szociális kapcsolatok kialakulását sem. Tehát az inkluzív oktatásnak a gondolata tulajdonképpen így mutatható be egy rajzon, hogy egy olyan iskoláról beszélünk, aminek mindegy, hogy milyen formájú a gyerek, mert azt vállalja, hogy eredményes oktatásnevelést fog számára biztosítani. Oké, tehát beszéltem arról az útról, hogy hogyan alakultak ki a speciális intézmények után tulajdonképpen az integráló intézmények, tehát mi volt az a paradigmaváltás, mi volt az a megközelítés, amivel felmerült az igény az integrált nevelésre, illetve később az inkluzív oktatás nevelésre, és akkor próbáljuk is megdefiniálni, hogy mit jelent az integráció, ugye, kezdetben a fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedésére használták ezt a gondolatot, majd később jelent meg az együttnevelés kapcsán az integráció kifejezés, tehát az, hogy az óvodában, iskolában ezek a gyerekek együttnevelődjenek tipikus fejlődésű társaikkal, és az integráció révén gyakorolják azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek lesznek a társadalmi beilleszkedéshez. Ma is vita van tulajdonképpen a szakirodalomban arról, hogy speciális körülmények között hogyan lehet felkészíteni gyerekeket az integrációra, tehát azokra a körülményekre, amelyekkel speciális iskoláztatásuk során nem találkoznak. Tehát az egyik esetben a speciális oktatás a társadalmi integrációt a nevelésoktatás végére helyezi, míg az integrált nevelés azt mondja, hogy ezt a mindennapi élethelyzetekben kell gyakorolni, annak érdekében, hogy ezek a készségeink kialakuljanak, és itt nem a végéről beszélünk, hanem folyamatosan történik meg tulajdonképpen ez az integráció, vagyis a nem fogyatékos társakkal való együttnevelés, és nagyon fontos, hogy integráció nem képzelhető el a speciális oktatás vagy szegregáció nélkül, hiszen a korábban szétválasztott csoportok, a külön oktatott csoportoknak az újraegyesítését jelenti ez a fogalom, tehát a speciális oktatásra egy válaszként jelent meg tulajdonképpen az integrált nevelés, és hogyha olyan országot keresnénk, ahol az oktatás nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, vagy nagyon elemi szinten van, akkor valójában még ez a szegregáció nem jön létre, tehát még nem különítik el a csoportokat abból a szempontból, hogy az oktathatóságuk tekintetében melyik a számukra ideális iskolarendszer. Tehát nagyon fontos látni, hogy a speciális iskoláztatás is gondol arra, hogy a társadalmi integrációra szükség van,
de ők a folyamat végére tervezik ezt, és azt gondolják, hogy a speciális körülmények között tudják felkészíteni a gyerekeket erre az integrációra, míg az integrációval foglalkozó szakemberek inkább amellett érvelnek, hogy maga a folyamat az, ami a felkészülést biztosítja, a felkészülés lehetőségét biztosítja. Még egy fogalmi magyarázatot szeretnék behozni. Ugye már korábban is említettem, hogy az integráció és az inkluzió nem ugyanazt jelenti, és bár hajlamosak vagyunk, és sokan a szakirodalomban is hajlamosak arra, hogy kvázi szinonímaként vagy rokonértelmű kifejezésként használják ezeket, valójában teljesen más az a szerveződési mód, ahogy a két tanulásszervezési módot vagy elhelyezési módot megközelítjük. Integráció esetén egy meglévő feltételrendszerbe illesztünk be valakit, akinek be kell ebbe a feltételrendszerbe illeszkednie, míg az inkluzió gondolatát pedagógiai értelemben először a szalamankai tézisekben említik, és nagyon fontos, hogy azt a célt tűzi ki az inkluzív oktatás, hogy minden gyerek számára eredményes nevelésoktatást fog biztosítani. Tehát míg az integráció esetében számunkra kérdés, hogy milyen a gyerek, és korábban elég sokat lehetett olvasni vagy hallani arról, hogy alkalmas-e a gyerek az integrációra, milyennek kell lennie a gyereknek ahhoz, hogy alkalmas legyen az integrációra. Inkluzív nevelés esetén ez nem kérdés, hanem az iskolának kell olyannak lennie, hogy tudjon illeszkedni a különböző gyerekek sokféleségéhez. És ezzel kapcsolatosan szoktam a hallgatóimnak is elmesélni egy történetet. Egy nagyon kezdeti időszakban, Olaszországban megszüntették az állami speciális iskolákat, és bár maradtak egyházi és magán kézben speciális intézmények, de azért a tanulók többsége, speciális szükségletű tanulók többsége is állami iskolába került. Itt nagyon jól megoldották a segítségnyújtást, most erre sajnos nem tudok kitérni, de minden esetre egy felső tagozatos osztályban voltam, ahol hát egy nagyon-nagyon súlyos fogyatékossággal élő gyerek is részt vett ebben az osztályban. Feküdt, szondával táplálták, kommunikátorral kommunikált, tehát nálunk egy ilyen gyerek tulajdonképpen korábban az egészségügyi ellátórendszerben kapott inkább helyet, ma talán képzési kötelezett, de hogy nagyon fontos volt, hogy mi megkérdeztük itt az osztályfőnököt, hogy mit gondol, hogy mit profitál ez a gyerek ebből a többségi iskolai környezetből. És nagyon érdekes volt a válasza, és ez a megközelítést azért eléggé bemutatja, vagy illusztrálja, hogy ő azt mondta, hogy hát nem tudjuk, hogy mit profitál belőle. De mindaddig, amíg nincsen bizonyítékunk arra, hogy semmit nem profitál, addig itt van közöttünk a helye. Tehát ez lenne tulajdonképpen az inkluzív megközelítésnek a lényege, hogy a pedagógia akar alkalmazkodni minden sajátos nevelési igényű gyerek eltérő szükségleteihez, értékeihez, és bár könnyen legyinthetnénk, és mondhatnánk azt, hogy hát Magyarországon ez még utópia, azért fontos elmondani, hogy Magyarországon van jó néhány olyan iskola, amelyik megfelel az inkluzivitás kritériumrendszerének, bár nincs sok, és arányaiban ez még mindig nagyon kevés, de azért a gondolat egyáltalán nem idegen a magyar pedagógiától sem. Most egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy hogyan terjedt el a 93-as közoktatási törvény óta olyan nagyon az integrált nevelés Magyarországon, hogy jelenleg a hallássérült gyerekeknek több mint 70%-át érinti, vagyis a hallássérült gyerekek 70%-a integrált nevelésben vesz ma részt, és
Ezt nyugodtan lehet általánosságban mondani a többi speciális szükségletű csoportra is. Tehát ha azt gondolnánk, hogy az integráció egy perifériára szorult jelenség, akkor nagyon tévedünk. Ma már nincsen olyan állami iskola, amelyik ne lenne érintve az integrációval, ugyanis a Klebersberg központ fenntartásában lévő állami intézmények mindegyikének az alapító okiratában vállalt feladata az integráció. Nevelés, és bár a különböző fogyatékossági csoportokban ez az arány nem egyforma értelemszerűen, de a hallássérült gyerekek ebből a szempontból egy nagyon jól integrálható csoportot alkotnak, tehát azt várjuk, hogy ez a 70%-ot meghaladó arány az elkövetkezendő években tovább fog nőni, és bízunk abban, hogy bár valószínűsíthetően soha nem éri el a 100%-ot, de ez nem amiatt lesz, mert a többségi befogadó intézmények nem várnák ezeket a gyerekeket, hanem sokkal inkább azért, mert tiszteletben fogja tartani a rendszer a szülők iskolaválasztási jogát, vagyis elképzelhető, hogy lesznek olyan családok, akik a speciális intézményt szeretnék majd választani. Most két dolog kell ahhoz, hogy megértsük, hogy miért emelkedett ennyire meg 93 óta az integráció aránya. Az egyik ugye a felső diagramon látható, tehát itt 2001 és 2013 között mutatja be a statisztikai évkönyv ábrája, hogy hogyan csökkent a tanuló létszám az általános iskolákban. Tehát nyilvánvaló, hogy ezzel a nagyon markáns létszám csökkenéssel a többségi intézmények nyitottabbakká váltak arra, hogy hát ha nincsen tipikus fejlődésű gyerek, akkor ugye nyitnak tulajdonképpen a sajátos nevelési igényű gyerekek felé is, és ebből a szempontból a hallássérült gyerekek csoportja, csak úgy egyébként, mint a látássérült vagy mozgáskorlátozott gyerekek csoportja, egy könnyen, jól integrálható csoportot jelent. Ugyanez a létszámcsökkenés természetesen rettenetesen markánsan érintette a gyógypedagógiai intézményekbe beíratott gyerekek tanuló létszámát is, tehát itt is egy nagyon komoly csökkenést lehet látni, ugye egy karikával jelöltem az ábrán azt, hogy ez a csökkenés mennyire drasztikus volt itt a vizsgált időszakban, és ez eredményezte tulajdonképpen azt, hogy a speciális intézmények egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekké alakultak át, vagyis azokat a gyerekeket, akik korábban hozzájuk jártak speciális intézményi profilba, tehát a speciális iskolába, óvodába, ugyanezeket a gyerekeket ők most ellátják utazótanári szolgáltatással a többségi iskolákban. Tehát tulajdonképpen ennek az egyminek, vagy egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek ez a két profilja, az egyik a speciális intézményi profil, a másik pedig az integrációt ellátó utazótanári rendszer. És ezen az ábrán pedig azt lehet látni, hogy hogyan alakult itt a vizsgált időszakban az integrált nevelés alakulása Magyarországon, és hát nagyon jól lehet látni, hogy mind az óvodában, mind az általános iskolában, mind a középfokú oktatásban egy markáns emelkedés látszódik, amely, ahogy említettem korábban, nem ér véget az én véleményem szerint. És egy utolsó, azt hiszem utolsó térkép, vagy diagram, vagy ábra, amin azt próbálom bemutatni, hogy az általános iskolába járó sajátos nevelési igényű gyerekek hogyan aránya, hogyan alakul az egyes régiókban Magyarországon, és ebből az látszódik, hogy egyébként azokon a területeken, ahol van speciális intézmény, vagyis ahol az az elem kikerül az integráció választásából, hogy a gyereknek a speciális oktatás az egy családtól való elszakadást is jelentene, ezeken a területeken kisebb az integráció aránya, tehát ott egy valódi választásról beszélünk, tehát én mondjuk Debrecenben lakom, van egy hallássérült gyerekem, és Debrecenben van speciális iskola is, és van hallássérült gyereket vállaló integráló intézmény is, több, tehát itt biztosítja tulajdonképpen az állam azt a reális választást, hogy én, mint szülő,
megnézhetem mind a kettőt, és azt mondhatom, hogy igen, ezt szeretném választani. Tehát ez azért az országban nem teljesen egyenletesen alakul, hiszen ugye nem minden fogyatékossági csoport számára áll minden területen, akár régióban, akár megyében, vagy megyeszékhelyen rendelkezésre egyszerre integráló és speciális oktatási lehetőség is. És akkor most már csak a hallásérő gyerekekre vonatkozóan néhány diagramot szeretnék mutatni. Itt ugye az látszódik, hogy tulajdonképpen hány hallásérő gyerekről is beszélünk az óvodai nevelésben, illetve az iskolai nevelésben, és itt látható, hogy az integrációban résztvevő gyerekeket ugye a narancssárga diagram oszlop jelenti, tehát lehet látni, hogy nagyot halló gyerekeknél messze meghaladja a speciális óvodában lévő gyerekeknek a számát az integrációban résztvevők. Ugyanez egyébként sikergyerekeknél itt az óvodai szintéren fordítva alakul. Hát erről sokat lehetne filozofálni, vagy gondolkodni, hogy mi lehet ennek a hátterében. Hát például az egyik ilyen elem lehet az, hogy a sikert gyerekek esetében nagyobb arányban gondolkodhatunk a csoporton belül abban, hogy sikert szülők, sikert gyerekeiről beszélünk, ahol a speciális intézményi óvodai elhelyezés például ennek a nyelvi kulturális közegnek a letéteményese, vagy az őrzője tulajdonképpen, a szülők maguk is ide jártak, bizalmuk van ezekkel a speciális intézményekkel kapcsolatosan, illetve az is látszódik, hogy itt vannak tulajdonképpen azok a hallássérült kisgyerekek is, óvodások, akik valamilyen társuló problémát is mutatnak. A hallássérült tanulók alapfokú oktatásában hasonló tendenciát láthatunk. Ugye 596 nagyot halló gyerek van az alapfokú oktatásban, itt a vizsgált időszakban, tehát a 17-18-as tanévben, és ugye azt látjuk, hogy sikergyerekek arányaiban nagyobb előfordulási gyakoriságot mutatnak a speciális intézményekben, és ugyanez különösen igaz azokra a gyerekekre, akik a hallássérülés mellett valamilyen társuló problémát is mutatnak. Viszont a középfokú oktatásban hát teljesen megfordul a trend, és ennek nyilván az az oka, hogy középfokon nagyon kevés, szinte az én tudomásom szerint összesen két olyan iskola van, amelyik úgymond speciális képzést tud biztosítani középfokon hallássérült gyerekek számára, tehát itt, legkésőbb itt minden hallássérült gyereknek tulajdonképpen találkoznia kell, vagy be kell tagozódnia az integrált intézmények sorába, és ugye az is nagyon fontos, hogy hát szakiskolai képzés, vagy speciális szakiskolai képzés az, amit speciális formában lehet biztosítani a gyerekeknek, tehát ha szakgimnáziumi vagy gimnáziumi képzésben gondolkodnak a szülők, akkor itt az integrált forma az, amit választani szükséges. Na most egy picit arról szeretnék beszélni, hogy milyen előnyei vannak az integrációnak, most már a mi célcsoportunkra, a hallássérült gyerekekre vonatkoztatva. Hát a legfontosabb, amit ki kell emelni, az a beszélő környezet, amiben egy gazdag beszéd példa és egy erős beszédkészítés egyidejűleg van jelen. Tehát ha körülöttem mindenki hangos beszéddel beszél, és az én bekapcsolódásomnak ez a lehetősége, ez egy nagyon-nagyon erős beszédkészítés, ami abba az irányba viszi a gyerek fejlődését, hogy ő mindenképpen ugye beszélni fog, beszélni akar, és ez a motiváció és a rendelkezésre álló, tehát a kortárs csoport és az óvodapedagógus vagy tanító tanár erős beszéd példája egy nagyon komoly húzóerő a fejlődés szempontjából,
ezt egészíti ki tulajdonképpen, vagy ehhez alapul természetesen szükségünk van arra, hogy az a hallás technológia, amit a gyerek használ, az optimális legyen, és megfelelően beállított, és folyamatosan ellenőrzött legyen, hiszen enélkül ugye semmit nem ér az a szép beszéd példa, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a legfontosabb motiváció, és később majd hoztam egy pár idézetet, ott is igazából megjelenik ez. A szülők legnagyobb elvárása az integrációval kapcsolatosan az, hogy megtanuljon a gyerek jól beszélni, és ez kvázi garanciája lesz a társadalmi beilleszkedésének, hogyha a többség által beszélt hangzó magyar nyelvet jól tudja. Nagyon fontos az is, hogy az integrációban, mivel heterogén csoportba kerül a gyerek, ugye nagyon sokan vannak, eleve 3-4-5-ször annyian, mint egy speciális csoportban, és ezek a gyerekek, bár életkorban többé-kevésbé azonos életkorúak, de mindenki másban jó, ez egy nagyon heterogén csoport, és ez egy rettenetes, természetes húzóerő a gyerekek számára, tehát találnak modelleket arra, hogy kit miben kövessenek, kit miben utánozzanak, és tulajdonképpen hát ez egy természetes fejlesztő környezet, ami hát kutatásokkal alátámasztottam, magasabb követelményeket támaszt az integrált gyerekkel szemben, mint ami a speciális intézményben, mint amit a speciális intézményekben támasztanának vele szemben. Éppen ezért az integráció jobb lehetőségeket kínál a társadalmi beilleszkedésre, a társadalmi integrációra. Lehetőségük van a gyerekeknek arra, hogy a magyar, a hangzó magyar nyelv mellett második, harmadik idegen nyelvet is megtanuljanak, ami az egész életpálya tekintetében nagyon-nagyon fontos, hiszen a középfokú oktatásba, a felsőoktatásba való bekapcsolódásba ezek egyáltalán nem részletkérdések, illetve a munkaerőpiaci, még ha fel is mentjük tulajdonképpen a gyereket netán, mert erre a törvény lehetőséget ad, a második vagy a harmadik nyelv tanulása vagy a nyelvvizsga kötelezettség alól, a munkaerőpozíciói akkor is sokkal jobbak lesznek, hogyha egyébként azért tud valamennyit egy idegen nyelven. És amit én nagyon szeretnék kiemelni, ez a reális önértékelés alakul ki. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy tudjuk, hogy miben vagyunk jók, és miben vagyunk kevésbé jók. Ebben nem különböznek a speciális szükségletű gyerekek, a hallássérült gyerekek, senkitől, tőlem se, tőled se, önöktől se. Mindenkinek vannak erős oldalai, és mindenkinek vannak olyan oldalai, amelyekben támogatásra szorul, vagy amit nem szívesen csinál, mert ott nem olyan jó a teljesítménye. És igazából ez egy valós társadalmi közeg, egy valós megméretés, ahol a gyerekeknek a mindennapokban van lehetőségük kipróbálni magukat, és ezt a reális önértékelést megszerezni egy védettebb környezetben. Gyakran találkozunk azzal a veszéllyel, hogy egy gyerek ott a legjobb ebben a speciális környezetben, mindenből ötös, agyon dicsérik, ugyanakkor, amikor elkerül egy valós megméretés helyszínére, mondjuk egy középfokú oktatásba, akkor ő maga sem érti, hogy mi történt, hiszen számára eddig nem volt egyáltalán az világos, hogy mik azok a területek, ahol nem olyan jó, mint a többi. Akik az integráció elkötelezettjei, mint például én is, azt gondoljuk, hogy a gyereket nem kell megvédeni ezektől a tapasztalatoktól. Nem az a cél, hogy megvédjük őket, az a cél, hogy ezekben a valós feltételek között ők megtapasztalhassák magukat, kibontakoztathassák a tehetségüket, és kapjanak támogatást ott, ahol nem annyira jók, mint a többiek, de erre a fajta reális önértékelésre nekik is szükségük van. Na most az a kérdés, hogy tudjuk-e befolyásolni az eredményességét az integrációnak, és bizony nagyon is tudjuk, például a jogszabályi környezet, az lehet facilitáló, vagy könnyítő, vagy előremozdító az integrációval kapcsolatosan, és lehet visszahúzó, hátráltató, és most lehet, hogy meg fognak lepődni azon, amit mondok, de Magyarországon minden nehézségével együtt
a jogszabályi környezet és a szakpolitikai akarat megvan arra, hogy az integráció mind nagyobb arányú legyen. Csak egy pár példát mondok, mert nem szeretném most citálni a jogszabályt, de ha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen elküldöm még akár a kivonatát is, de hogy néhány ilyen támogató elem, hogy például a hallássérült gyerekek az osztálylétszám számításánál 2 vagy 3 főnek számítanak, ami azt jelenti, hogy egy többségi iskolában az osztálylétszámot csökkenteni lehet 2 vagy 3 fővel, vagyis az az osztály, amelyik ellát integrált nevelést, az kevesebb gyerekkel indulhat. Magyarországon ugye minden sajátos nevelési igényű gyerek jogát elismerik arra, hogy többlet támogatásban részesüljön, tehát attól a pillanattól kezdve, hogy a gyerek a szakértői véleményét megkapja, innentől vonatkoznak rá a különleges bánásmódot igénylő tanulókra irányuló jogszabályi kedvezmények, például az, hogy gyógypedagógus utazó tanár jár hozzá, hogy helyben megkapja ezt a támogatást, hogy a szakértői véleményben előírnak egy óraszámot, ami én is tudom, hogy nem mindig pontosan ugyanúgy teljesül, de mégis megvan ez az órakeret, és a gyógypedagógus helyben nyújt támogatást, hogy lehetőség van arra, hogy a bizonyos tantárgyak alól mentesítsük a gyereket, az értékelés, vagy akár a részvétel alól. Aztán kaphat a gyerek vizsgakedvezményeket, hosszabb időt, a gyógypedagógus részt vehet a vizsgán, stb. 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 Tehát nagyon fontos, hogy a jogszabályi környezet Magyarországon nagyon is támogató, ösztönző az integráció előmozdítása révén. Én is tudom, és sokszor kerülünk ebbe a helyzetbe, hogy vajon miért nincs erre elég pénz, és nem gondolunk arra, hogy valójában jelenleg Magyarországon az a speciális intézményi struktúra, ami 200 évvel ezelőtt elkezdett kifejlődni és létrejött, továbbra is ugyanabban a formában áll fent, ugyanazok az épületek, negyedannyi vagy fele annyi gyerekkel, miközben ellátjuk a gyerekeket az integrált nevelésben. Tehát két rendszer párhuzamosan fut, és nyilvánvaló, hogy ez nem elégséges anyagi forrást tesz hozzá férhetővé. A másik ilyen eredményességet befolyásoló tényező az, hogy a tanterv az hogyan alakul, egy mindenki számára érvényes tanterv van-e az országban, vagy külön tantervek vannak, és hogyha mindenki számára ugyanaz a tanterv, akkor hogyan lehet ezt a tantervet adaptálni? Magyarországon ugye tudjuk, hogy a nemzeti alaptanterv van, és a nemzeti alaptantervhez készültek úgynevezett fogyatékossággal élő tanulók számára készült irányelvek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a mindenki számára érvényes NAD tartalmakat az egyes fogyatékossággal élő gyerekek számára adaptálják, mégpedig kicseréljék, elhagyják, más tartalmat tegyenek bele, és a többi, és a többi. Tehát, hogy egy differenciált tantervi követelményt támasszanak a gyerekekkel szemben. Ez is egy eredményességet támogató dolog. Ugye ez úgy néz ki, hogy van a NAT, vannak az irányelvek, van a gyerek egyéni fejlesztési terve, amit a gyógypedagógus csinál minden fél évre vagy tanévre, és ebben halad a gyerek tulajdonképpen a saját fejlődési tempója szerint. Nagyon fontos, és ebben nem állunk annyira jól, hogy milyen az osztálytermi gyakorlat, mennyire elfogadó, mennyire pozitív az attitűd, mennyire egységesítő a szemlélet. Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ugye a poroszos iskola rendszer, hogy nagyon erős a verseny, nagyon egyoldalú a verseny, tehát nagyon az akadémiai teljesítmények irányába hat, kevés a differenciálás, és tulajdonképpen nagyon sok a frontális oktatás. Ez nem annyira kedvező a hallássérült gyerekek integrációja szempontjából sem, és igazából kevés a differenciálás, még kevesebb a tintanítás, ahol a többségi pedagógus és a gyógypedagógus mondjuk együtt van az osztályteremben, vagyis az iskola kultúrája, az iskolák attitűdje az nem annyira kedvező.
A gyógypedagógiai támogatás, mint egy következő ilyen eredményességet befolyásoló tényező, az nagyjából jelen van. Egyikünk se elégedett, mindenki szeretne még többet, még jobbat, még gyakrabban, még adekvátabb támogatást, de valójában azért egyetlen olyan kisgyerek sincs, legalábbis nincsen hosszú ideig ma a köznevelésben, aki ne jutna hozzá gyógypedagógiai támogatáshoz, mégpedig szurdopedagógiai támogatáshoz a többségi intézményekben. És még egy gondolatot szeretnék erről az iskola kultúrájáról mondani, amiről azt mondtam, hogy sajnos szerintem ezen a téren kell a mi köznevelési intézményeinknek változnia, hogy olyan az iskola kultúrája tulajdonképpen azokat a mély rétegekben, tehát nem kimondottan jelenlévő vélekedéseket és feltételezéseket jelenti, amit az egy szervezethez tartozó szakemberek egyöntetően osztanak. És az, hogy ezek között az értékek között, tehát amiben hallgatólagosan is maximálisan egyetértünk, hogy ezek között az értékek között mennyire erős a különbségek elfogadása, vagy a különbségek tisztelete, tehát a másikra értékként tekinteni, akkor is, ha nem olyan, mint én. Az az elkötelezettség, hogy minden tanulónak sikeresnek kell lennie a mi iskolánkban. Én azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol nálunk az integrációnak még fejlődnie kell, tehát hogy az iskola kultúrája jobban elmozduljon ebbe az irányba. Egyébként itt felsoroltam a prezentációmban, hogy Ainsco, Booth, Dyson és további szakemberek voltak azok, akik ezt a fogalmat meghatározták. És akkor lassan a vége felé közeledve, hogyan segítheti a gyógypedagógus, a szurdopedagógus az integrációját az egyes hallássérült gyerekeknek? Hát a legfontosabbnak tartom természetesen az iskolai munkát, tehát azt a felkészítő, információ átadó, fejlesztő és terápiás támogatást, amit az egyes gyerekekkel végzünk az iskolában, illetve a pedagógusokkal, a gyerekeket tanító pedagógusokkal a mindennapok során. De maga a gyógypedagógiai támogatás már ott elindul, amikor intézményt keresünk tulajdonképpen. Hova integráljuk? Hova lenne jó integrálni a gyereket? És itt nagyon fontos, hogy a család aspirációi és a szakembernek a tudása támogassák egymást. Tehát ha én ismerem, hogy ez a család mit szeretne, hol lakik, ott milyen óvodák vagy iskolák vannak, akkor tudom támogatni őt abban, hogy ez hogyan működjön. A másik támogatási lehetőség, hogy a gyógypedagógus folyamatosan kapcsolatot tart a befogadó pedagógussal, az óvónővel, a tanítóval, a tanárral, hiszen ő az, aki minden nap a gyerekkel van. Ugye a gyógypedagógus csak heti egy-két-három alkalommal jelenik meg az intézményben. Tehát a gyógypedagógus dolga az, hogy felvértezze mindazon tudással a többségi pedagógust, ami ahhoz kell, hogy el tudja látni eredményesen ezt a gyereket. A gyógypedagógus feladata, hogy egyéni fejlesztési tervet készítsen, amely alapján a gyerek haladni fog, és amelyet megbeszél tulajdonképpen a gyermekkel dolgozó többségi pedagógusokkal, illetve együtt értékelik ezt a fejlődést fél év és év végén. Az ő feladata, hogy külön terápiás fejlesztő tevékenységet végezzen elsősorban az egyéni foglalkozások, tehát a habilitatív-rehabilitatív foglalkozások terhére, ugyanakkor szervezze meg, amennyiben a gyereknek korepetálásra van szüksége, de ne ő legyen az, aki korepetálja, és az ő dolga az, hogy bevonjon esetleg más szakembereket, pszichológust, fejlesztő pedagógust, mozgásterapeutát, amennyiben úgy látja, hogy a gyereknek erre szüksége van. A gyógypedagógus tulajdonképpen egy összekötő kapocs a szülők és a többségi pedagógusok között, tehát ő az, aki mind a két féllel rendszeresen kapcsolatot tart, és nagyon fontos, hogy a sajátos nevelési igényű, tehát az integrál gyerek érdekét képviseli minden esetben, illetve értékeli a fejlődését. És akkor
Egy rövid zárásképpen szeretnék bemutatni egy nagyon pici részt egy kutatásból, ami 2017-18-ban valósult meg. A kutatás sok mindent vizsgált, például a jelnyelv tanulásáról, bilinguális oktatásról oktatással kapcsolatos viszonyulást, de integrált tanulók vettek részt ebben a vizsgálatban, ez egy retrospektív kutatás volt, vagyis a saját tanulmányaikra tekintettek vissza ezek a felső tagozat végén, illetve középfokú oktatásban résztvevő gyerekek. 74 gyerek vett részt, vagy fiatal vett részt a vizsgálatunkban, és nagyon fontos, hogy milyen előnyeit és hátrányait látták ők az integrált oktatásnak. Ebből hoztam néhány idézetet. Ugye az én kedvencem az a mondat, hogy nincs hátránya, ugyanolyan vagyok, mint az Ivet, vagy a Julcsi, vagy a Józi. Köszönöm szépen a figyelmüket!